de vágjunk bele! Sziasztok! A mai videóban fura kozmetikumokról lesz szó, ami lehet, hogy elsőre egy kicsit hülyén hangzik, de olyan termékeket fogok nektek mutatni, amik valami miatt mások és talán kicsit furcsák is azokhoz képest, amiket eddig használtam és megszoktam. Vannak olyanok, amiket már kipróbáltam, de lesz néhány olyan is, amit itt előttetek a videóban fogok kipróbálni. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a feliratkozás gomb melletti kis csengőt, ugyanis akkor mindig kaptok értesítést, hogyha feltöltöttem egy új videót. Ezen kívül kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, most pedig nézzük azokat a bizonyos fura kozmetikumokat. Szerintem kezdjük a sminkekkel, mert a számon és a szemhéjamon sincsen semmi, és kicsit furán érzem magam ebben a félkész sminkben. Itt van először is ez a Trendy Tap 3D Chrome Mousse szemhéjhab, vagy habos szemfesték, vagy igazából nem is tudom, hogy mi lenne a megfelelő megnevezés. Ilyen habos, buborékos textúrája van, ezt még nem próbáltam ki a szememen, de akkor most szerintem az ujjammal megpróbálom felvinni a szemhéjamra. Olyan, mintha egy kicsit ilyen darabos állaga lenne. Krémes, de valahogy mégis darabos. Ami mondjuk így elég furcsa kombináció. Egyébként nagyon szépen pigmentált, ahogy láthatjátok. Nagyon-nagyon szép fénye van, és így ujjal egészen szépen el lehet szerintem dolgozni. Teszek a másik szememre is. Tényleg nagyon oda kell figyelni, mert rengeteget felvesz az ujjam, és ha nem figyel az ember, akkor az odapogyog a szeme alá. Egyébként valószínűleg egy tömöttebb ecsettel is fel lehet ezt vinni. Amennyire lehetett, eldolgoztam az ujjammal, nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként ez a szín, ez a 0-10-es árnyalat. Arra leszek kíváncsi, hogy ez mennyire tartós, mert ez egy krémes állagú szemfesték, és most kicsit ilyen csúszkálósnak éreztem, ahogy vittem föl a szememre. Illetve, ahogy mondtam, tényleg arra kell figyelni, hogy ha az ember ujjal viszi fel, akkor inkább építgessétek, tehát mindig csak egy keveset tegyetek fel, és inkább építsétek folyamatosan a szín, mert hogyha nagyon sokat tesztek az ujjatokra, akkor ilyen kis darabokban jön fel, és akkor lehet, hogy túl sokat visztek föl egyszerre, és az nem hiszem, hogy úgy jó lesz. Na de majd megnézzük, hogy a videó végére esetleg változik-e valamit a szemsminkem. Van itt két ajaktermék is, az egyik a szintén egy Trendy Tap Matte Lip Powder. Ilyen kis szivacsos applikátora van, és a kupakban van a festék. Na most számomra ez egy ilyen feldolgozhatatlan kombináció. Ez egyébként a 0-40-es árnyalat, és bár nem szeretem a matt ajaktermékeket, de ki fogom próbálni ezt is. Oh, wow! Hát eléggé intenzív színe van. Lehet, hogy le kellett volna törölnem az ajakápolót. Most már mindegy. Nagyon szép a színe, és szép egyenletesen fel tudtam vinni, viszont ami nem tetszik benne, az az, hogy ilyen kis apró darabkák vannak itt a számon, és ezt most nem tudom, hogy ez a szivacsos applikátor mellik, vagy ez a festék, vagy hogy ez így mégis micsoda. Most belemártom megint a festékbe. Én nem tudom eldönteni, hogy ezek a darabkák, ezek micsodák. Viszont szép a színe egyébként, meg tényleg szép egyenletesen fel lehet vinni, de ezekkel a darabkákkal nem tudok mit kezdeni, úgyhogy nem tudom. Ha ti próbáltátok esetleg ezt, akkor írjátok már meg, hogy ti tapasztaltatok ilyesmit vele. Egyelőre kellemes viselet az ajkakon, de hát mondom, maradt alatta egy csomó ajakápoló, szóval lehet, hogy amiatt. Viszont ezt most le fogom mosni. A másik ajaktermék, amit szeretnék kipróbálni, az a Catrice Ultra Matte Lip Powder, vagyis ez is egy ajakpor. És csak azért fura nekem ez az ajakpor megnevezés, mert hogy ez egy tubusban van benne, szóval nem értem, hogy akkor ez most por, vagy nem por, de ez tökre nem tűnik pornak. Ez igazából olyan, mint egy folyékony ajakrúzs. De nézzük akkor ezt is. A szín az gyönyörű, azt tudni. De hogy ennek nincsen por állaga, az is biztos. Nagyon-nagyon precíz az applikátora. Nagyon szépen lehet vele dolgozni. Így néz ki az ajkakon ez a Catrice Ultra Matte Liquid Lip Powder. Az előbb nem mondtam, hogy liquid. Folyékony por. Ezt így nem tudom értelmezni. Na mindegy, ez a 0-90-es Spotted on Pink Ereszt árnyalat, ami egyébként szerintem gyönyörű szín, viszont most egy picit ragacsosak az ajkaim, így összetapadnak, és egyébként tényleg ultramat, szóval láthatjátok, hogy az égvilágon semmilyen fénye nincsen. Vegyesek az érzéseim. Főleg azért, mert ragad a szám tőle. És nem tudom, hogy ez vajon elmúlik, vagy ez
így marad végig. Minden esetre ez most rajtam lesz a videó végéig, hogyha kibírom. Aztán meglátjuk. Menjünk tovább, van itt két hajápoló termék is. Az egyik az a L'Oréal Elsev Extraordinary Oil Low Shampoo. Nem low, mint paci, hanem love angolul. Ez egy olyan sampon, aminek az a különlegessége, hogy nem habzik. Viszont ez egy ilyen 3-1-ben termék, ugyanis sampon, balzsam és ápoló is egyben, ez a nagyon száraz hajra való verzió. Úgy kell ezt elképzelni állagra, illetve viselkedésre, mint egy balzsamot. Tehát felteszed a hajadra, és ez nem habzik. Ezt már egyszer kipróbáltam, de egyelőre eléggé vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban, ugyanis úgy éreztem, hogy nekem egy kicsit elnehezíti a hajamat. Bár valóban nagyon-nagyon puha lett tőle, és éreztem az ápoló hatást, ugyanakkor én úgy éreztem, hogy az én hajamat elnehezíti. Az is lehet, hogy egy picit talán sokat használtam belőle, nem tudom, de azt írják a csomagoláson, hogy 10-15 pumpányit kell belőle használni egy hajmosáshoz, ami megmondom őszintén, hogy elég sok, úgyhogy nem tudom, hogy egy ilyen flakon vajon mennyi ideig tarthat ki. Lehet, hogy talán egy picit kevesebbet kellett volna belőle használnom, és akkor nem nehezíti el a hajamat, szóval még kísérletezgetek ezzel, de akinek vastagszálú, száraz haja van, annak szerintem érdemes ezt kipróbálni, a vékony szálú hajúak felejtsék ezt el. A másik hajápoló termék az a The Body Shop Fuji Green Tea tisztító hajradír, ami megint csak egy nagyon érdekes termék, mert kevés hajápoló márkának van hajradírja. Ezt is kipróbáltam már, és azon túl, hogy nagyon-nagyon finom, frissítő illata van, nagyon jól működik az én hajamon. Ezt úgy kell használni, mint egy sampont kvázi, tehát sampon helyett kell ezt használni, de nem minden egyes hajmosásnál. Felviszed a hajadra, és gyakorlatilag elkezded bemasszírozni, és egyrészt ez átradírozza a fejbőrödet, másrészt pedig fel is habzik, mint egy sampon, tehát tisztítja a hajadat. Nagyon-nagyon frissítő érzés, puha, sejmes és fényes lett utána a hajam, úgyhogy ez a helyzet, hogy nekem bejön ez a hajradír. Van itt két Balea termék is, és az a helyzet, hogy én annyira utálom a Baleát, mert mindig az történik, hogy bemegyek a DM-be, elhatározom, hogy nem, most nem veszek semmi tusfürdőt, meg semmi ilyesmit, aztán meglátom, hogy jaj, milyen cuki kis, színes, kék, popos csomagolása van ennek a Balea akárminek, és egyből a kosaramban landol, a pénztárcám meg sír, szóval ez a testápoló spray, ez igazából egy ilyen cukiszedben volt benne. Na most ne haragudjatok meg, de ennek ki tud ellenállni, de tényleg. Szóval, hogy ránézel és így... Nem próbáltam még ki ezt a testápoló sprayt, mert direkt erre a videóra tartogattam, úgyhogy most szépen ki fogjuk próbálni. Azt írja, hogy el kell kavarni a kupakot, igen, gondolom fel kell rázni. Ez kicsit ilyen egy sugárban löveli ki a... milyen illata van, úristen! Ennek ilyen... milyen illata van ennek? Fruity passion. Gyümölcsös, édes, marakujás, nem tudom én milyen. Úristen, nagyon jó illata van. Kenek a másik karomra is belőle. A szórófeje az nem tetszik, megmondom őszintén. Kicsit így egy helyre szólja a... terméket, viszont nagyon hamar felszívódik, szóval ez tényleg olyan, hogy így magadra fújod, elkened, és gyakorlatilag itt a másik karomon már semmit nem érezni. Szerintem ez egy egészen jó kis testápoló, megmondom őszintén, hogy nem emlékszem mennyibe került ez a szed, de körülbelül olyan 1000 forint lehetett szerintem, vagy maximum 1500, de akkor már sokat mondtam. Aki nem szeret testápolózni, mert utálja, hogy várni kell, amíg felszívódik, annak szerintem érdemes kipróbálni egy ilyen testápoló sprét. A másik Balea termék az pedig a Blütenzauber kézkrém hab, avokádó olajjal és aloe verával. Hát ezt is megláttam, mi az, hogy kézkrémhab, nem próbáltam még ilyesmit, úgyhogy próbáljuk ki ezt is. Hát szerintetek ez hab? Látom, hogy mintha kicsit ilyen levegős lenne, de azért ez habnak mondjuk nem feltétlenül mondanám. Én arra számítottam, hogy majd kijön egy ilyen duci hab, de ez nem az. Viszont marha sokat nyomtam a kezemre, rohadt sokat nyomtam. Az illatát meg most az a baj, hogy teljes mértékben elnyomja ez a testápoló spray, amit felkentem. De valami virágillatot érzek. Van valami fura mellékillata, de most nem tudom, hogy azért érzek-e ilyesmit, mert felkentem előtte ezt a testápoló sprayt. Nekem ez a termék csalódás, megmondom őszintén, mert nem olyan habállaga van, mint amire én számítottam. És valahogy az illata is fura egy kicsit.
érzek egy kellemes illatot, ahogy így beleszagolok, de aztán utána jön valami mellékillat, ami nem igazán tetszik, úgyhogy ezt passzolom. És a végére maradt még két arcápoló termék. Az egyik a The Body Shop British Rose Petal Soft Gel Toner, ami egy rózsás tonik. Na most ez a tonik megnevezés az azért fura, mert talán láthatjátok, hogy ez egy géles valami, és hát a tonikok, amiket eddig használtam, azok ilyen teljesen folyékony halmazállapotúak, ez meg egy ilyen géles valami, másrészt meg rózsaszirmok úszkálnak benne. Ezt már használtam többször is, és nagyon-nagyon szeretem, pedig a géles állag miatt tartottam attól, hogy esetleg ragacsos érzést hagy az arcon, de semmi ilyesmiről nincsen szó. Tényleg nagyon jól tisztít, semmilyen furcsa érzés nincs utána az arcon, és hihetetlenül finom rózsa illata van, de olyan igazi rózsa, nem az a műrózsa, hanem tényleg igazi rózsa illat, úgyhogy ez nálam nagy-nagy kedvenc. És az utolsó termék, amiről szeretnék nektek beszélni, az a Clinique Webstart Double Bubble Purifying Mask, ami egy buborékos, tisztító arcmaszk. Erről azt kell tudni, hogy 2 perc alatt apró buborékokkal borítja el az arcbőrt, miközben segít megszabadulni a felesleges olajtól és szennyeződésektől. A buborékfelület biztosítja a sima, egyenletes textúrájú és azonnal sminkelhető arcbőrt, amely energikussá válik és megtisztul. Na ezt még nem próbáltam ki, de most ki fogom próbálni a készfejemen. Azt írják, hogy minden használat előtt jól fel kell rázni. Ó, ez rózsaszín, ezen most meglepődtem. Valahogy nem tudom, nem számítottam arra, hogy ez rózsaszín lesz. Elkenem a készfejemen, látjátok, hogy egy ilyen vékony rétegben elkentem, és most várunk, hogy mi történik. Na mutatom így közelről, remélem, hogy látjátok, hogy mi történik. Ilyen kis picike buborékok borították el a készfejemet, nagyon viccesen néz ki szerintem. Ezt még egyébként arcon nem próbáltam ki, de biztos, hogy kifogom, mert ezek után nagyon-nagyon érdekel, hogy mit csinál az arcbőrömmel. És akkor mielőtt befejeznénk a videót, egy kis update a sminkemmel kapcsolatban. Hát a szám az full matt, szóval hogy ez olyan matt, hogy ennél mattabb azt hiszem nem is lehetne. Viszont ezt a ragacsos érzést még továbbra is érzem, ahogy így összenyom az ajkaimat, úgyhogy ez nekem annyira nem jön be, viszont a színe az nagyon-nagyon tetszik. A Trendy Tap szemfestékkel pedig az a helyzet, hogy látom, hogy kezd egy ilyen vonal kialakulni itt a szemhéjamon. Hát ez így annyira nem meggyőző, mert akkor ezek szerint nem túl tartós, bár lehet, hogy ki kéne próbálnom szemhéjalappal is, meg esetleg úgy, hogy ecsettel viszem fel, de így elsőre ez most nekem annyira nem meggyőző. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor írjátok meg kommentben, hogy ti mostanában próbáltatok-e valamilyen fura kozmetikumot, és hogy bejött-e nektek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és találkozzunk következő alkalommal is. Legyen szép napotok, sziasztok!